Köszöntöm a nézőket! Ez a 2019-es év első egészségügyi magazinja. Modern kardiológiai ultrahangkészülékkel vizsgálhatják ezentúl a kisgyerekeket a Bajai Kórházban. Az intézményben korábban a belgyógyászati osztály műszerét használták, ezután viszont külön berendezés áll majd a rendelkezésre. A 12 millió forintos eszköz beszerzésével a várólista is csökkenhet. A kisgyermekeknél a leggyakoribb rendellenesség a vesét érinti, második helyen pedig a szívfejlődési problémák állnak. Fontos a korai felismerés, ebben pedig az orvosok munkáját modern eszközök segítik. Az óvodás Kovács Máté volt az első bátor páciens, akit az új szívultrahanggal vizsgáltak meg a gyermekgyógyászati ambulancián tavaly év végén. A korai diagnózis szempontjából ugyanis ez az egyik legjobb módszer a betegségek kiszűrésére. Szegény Krisztina gyermekgyógyász június óta vezeti adjunktusként a gyermekkardiológiai szakrendelést. A gyermekkardiológiai vizsgálat szakvizsgálatnak része a szívultrahang vizsgálat, enélkül nem teljes maga a vizsgálat. A szívultrahang során látjuk a strukturálisan, illetve mozgásában a szívet, és itt tudjuk megállapítani akár szívfejlődési rendellenességeket, gyerekeknél ez a leggyakoribb, vagy hát ez, amire számíthatunk kórosra, illetve nagyobb gyerekeknél már a magas vérnyomás betegség egyre gyakoribb, és náluk is a szívnek a funkcióját vizsgáljuk ezzel a vizsgálattal. A gyerekkardiológus szakrendelés most már én végzem június közepétől, előjegyzés alapján történnek a vizsgálatok, eddig sajnos elég hosszú volt a várólista, mert korlátozott időben tudtuk csak a belgyógyászati osztálynak a gépét kölcsönkapni a Kovács Zsolt főorvostúrtól. Most már, hogy egész munkaidőben rendelkezésünkre áll ez a gép, bízunk benne, hogy a várólista az jelentősen le fog csökkenni, mert egyébként nagyon nagy az igény a gyerekkardiológiai vizsgálatra, és ezáltal hamarabb tudunk időpontot adni majd a gyerekeknek a vizsgálatra. Jött egy igény a gyerekosztály részéről, hogy a gyerekkardiológia szakvizsgát Szegény Krisztina elvégezte, megvan, ehhez gép is kell. És akkor szétnéztünk a piacon, hogy hol milyen gépet lehet beszerezni. Nekünk a céggel régi jó üzleti kapcsolatunk van, és mi először volt egy kis távolság az ár és a mi pénzügyi lehetőségeink között, ezért külön köszönöm az Anamet Kft-nek, mert egy olyan pénzügyi konstrukciót sikerült találni, ami mind a kettőnknek jó, és ez a készülék, ami itt van, ez jelenleg a piacon kapható egyik legkorszerűbb készülék. A Bajai gyermekosztályon jelenleg 5 orvos dolgozik, a fiatalok folyamatosan képzik magukat, így újabb és újabb szakvizsgát tesznek. Nagy öröm és óriási dolog, egy mérföldkő a gyermekosztály életében, ezt tudom mondani, hiszen gyermekkardiológiai vizsgálatokat itt helyben tudunk végezni, az ágy mellett is, ami nagyon fontos, főleg a csecsemők, újszülöttek, koraszülöttek esetén, és hát ez egy olyan szintű dolog, hogy nagyon sok megyei osztály sem dicsekedhet ezzel, hogy ilyen lehetősége van. Nagyon fontos, hogy a fiatal orvosaink újabb és újabb szakvizsgát tesznek. Itt a Baja és környéki gyermekek számára ez óriási dolog, hogy nem kell messzire utazni megyei vagy klinikai szintre, mert plusz második szakvizsgával most már 5 orvosa is rendelkezik a gyermekosztálynak. Ez azt jelenti, hogy az orvos egyetem után ugye 5 év a gyermekgyógyászat szakvizsga, a ráépített szakvizsgák 2-3 évet jelentenek. Ezek olyan szintű szakvizsgák, ahol éveket kell klinikákon vagy országos intézményekben eltölteni. Ilyen lehetőség szinte merem mondani, hogy városi kórházi szinten alig van az országban, mint amit a bajai gyerekeknek rendelkezésére áll. Legfontosabb az a diagnosztika fölállítása, különösen tehát a gyerekeknél a szívfejlődési rendellenességek, amire gondolni kell, ezek már újszülött korban, és fontos látni, hogy mi a struktúra, és ennek megfelelően szívsebészeti osztályra, vagy tehát katéterezésre, vagy szívműtétre küldeni a gyerekeket, és ott fogják elvégezni a terápiát, tehát elsősorban diagnosztikus eszköz. November végén még egy új műszerrel gazdagodott a kórház, Wilhelm Ildikó jó voltából. A bajai csellótanár a helyi beteg gyermekek gyógyulásához szeretett volna hozzájárulni, így a Bajai Kórház osztályát támogatta az adománnyal.
két darab pulzoximéter került beszerzésre. Őnek az a kérése volt, hogy ezt a pénzt, amit adományozott a kórháznak, ezt a gyerekosztályra költsük. Hát ennek nem volt nehéz megfelelni, és hogy én külön köszönet neki még egyszer, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus volt. A két oxigén szintmérő eszköz nagy segítséget jelent az osztályon, a fény és hangjelzéssel ellátott berendezés pedig az újszülöttek, a csecsemők és a kisgyerekek megfigyelésére is tudják használni. Masszázs, előadás és kóstoló is várta az érdeklődőket a novemberi Városi Egészségnapon. A szakembereknek köszönhetően bárki megtudhatta, hogy milyen a fizikális állapota, és hogy mit kell tennie az egészség megőrzése, vagy éppen a gyógyulás érdekében. Mérésekkel, szűrőprogramokkal és finom ételekkel várták a közösségi házba azokat, akik szeretnek egészségesen élni, vagy valamilyen problémájukra keresnek gyógymódot. Dr. Zöld Lászlóné, az Egészséges Baja Városért Közalapítvány titkára elmondta, igyekeztek egy komplex programot létrehozni, ahol a megelőzés és a gyógyulás egyaránt nagy hangsúlyt kap. Nagyon széles körű a kínálat a mai egészségnapon. Különböző előadásokkal próbáltuk színesíteni a programot. Ez tulajdonképpen egész egy óráig folyamatosan megy. 10 órakor kezdődött Reményi Lászlónak addiktológiai előadása. Ritkán szokott előfordulni, de évente legalább egyszer van EKG vizsgálat, Bémer terápia, különböző masszázsformák, koleszterin, vérnyomás, vércukormérés. Nagyon széles körű a kínálat. Ezen kívül különböző ételkóstolók is vannak, amit szintén színesítettünk az őszi gyümölcsökkel, amit szintén sütés formájába tudjuk kínálni a jelenlévőknek. Úgyhogy, mint ahogy előzőleg is már elmondtam, nagy szeretettel vártunk mindenkit a mai napon, és úgy néz ki, hogy sikeres is lesz, már 8 órakor itt toporogtak, pedig csak 9-kor kezdődött a maga a program. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki eljön, jól jár, mert azon kívül, hogy különböző masszázsformák vannak, benne van a talpmasszázs is, amit nagyon szeretnek a jelenlévők, és szívesen vesznek ezen a programon részt. Különböző tejaformák, különböző kávéformák, olyan csokoládék kínálata is van, ami fogyaszt, tehát nyugodtan ehetik, és egészséges. Hát akkor a mai kornak megfelelően tényleg a legmodernebb, a legkorszerűbb technológiákat mutatják itt meg ezen a napon. Így van, nagyon-nagyon tényleg így van, hogy ami ritkán fordul elő, és hiszen most már 20 éves múltra tekintünk vissza, minden évben tudunk valami újakat mutatni. És ezt hozza maga az élet is, ugye, olyan technikákkal dolgoznak már, amivel a jelenlévők ritkán találkoznak, olyan kínálattal tudunk szolgálni, ami szintén ritkán fordul elő. Úgyhogy sokat kérdeznek, be tudjuk mutatni, meg lehet kóstolni, úgyhogy én örülök ezeknek a napoknak. Mik a tapasztalatok az eddigi évekből? Tehát, hogy aki mondjuk itt megismert egy-egy technológiát, vagy masszást, vagy tehet, vagy stb. Vannak visszajelzések, hogy utána is kicsit elindulnak ezen az egészséges életmód útján? Pontosan így van. Ugye ezt most itt tudjuk kínálni évente egy alkalommal, de hogy mennyire sikeres, ezt a szakmámból tudom mondani, hiszen ezek az emberek megismerték ezt a lehetőséget, és jelentkeznek is. Tehát egyrészt akit itt megismert, azt próbálja megkeresni, illetve hát a különböző mozgásszervi problémákkal megjelennek a fizikoterápia területén is. Úgyhogy növekedett rendesen a létszámunk, úgyhogy itt is. De még visszajárnak azokhoz a személyekhez, akik itt megkínálták őket ezzel. Nem érdemes akkor hétfőig, vagy akár január 1-ig várni az életmódváltással, el lehet akár most is kezdeni? Így van, sőt, ezt szoktuk is mondani, hogy amit úgy érez, hogy jó, azt azért próbálja folytatni, hiszen itt látjuk az ételkóstolóknál is receptkiajánlások révén rengeteg olyan visszajelzés érkezik hozzánk, hogy elkérik, sőt,
használják is, kipróbálják. Különböző olajokat is hoztunk most, ami szintén ez az egészséget szolgálja, és néhány cseppel tudja színesíteni az otthoni kínálatot is. A rendezvényen helyi és környékbeli szakemberek várták a látogatókat. Az egyik bajai diagnosztikai központ képviselői például a legmodernebb képalkotó technológiáról számoltak be a látogatóknak. Nagyon változó, hogy kik keresnek meg, tehát a korhatár az kitolódott teljes mértékben, egészen fiataloktól egészen az időskorig vegyesen, tehát férfiak és nők arányában jönnek vizsgálatra. Kiknek ajánljátok elsősorban, ki keressen meg titeket, milyen panaszokkal fordulhatnak a központhoz? Bárki fordulhat hozzánk bizalommal, akinek vannak panaszai, célirányosan, hogy melyik régiót, tehát bizonyos régiókat vizsgálunk, melyik régiót kellene vizsgálni, ebben tudunk segítségére lenni, mind a kolléganő, mind én, vagy ha mi nem, akkor szoktuk mondani, hogy szakorvosi segítséggel, egy iránymutatással végezzük el az MR-t. Milyen vizsgálatokra van lehetőség? Végzünk koponyavizsgálatot, nyaki gerinc, háti gerinc, ágyéki gerinc vizsgálatot, izületek közül csukló, könyök, váll, csípővizsgálat, térvizsgálat és bokavizsgálatot is. Ezen kívül belső szervi vizsgálatokat is, mint például hasi MR vagy kismedencei MR vizsgálat. Miért fontosak ezek a vizsgálatok, hiszen én így laikusként azt gondolom, hogy akkor megy el egy ilyen vizsgálatra az ember, ha már érzi, hogy valami fáj vagy panasza van, még ekkor is lehet egy megelőző jellegű, tehát hogyha időben mondjuk valamit észrevesztek? Természetesen bármikor, hogyha bármilyen panasza van a paciensnek, akkor forduljon hozzánk bizalommal, az MR nem jár sugárterheléssel, mint mondjuk egy röntgen van vagy egy CT, és ezen kívül nagyon pontos diagnózist tud adni a betegségekről. Ennél a standnál szintén egy különleges módszerrel és géppel ismerkedhettek meg az érdeklődők, amelyet ki is próbálhattak. Az emberi érrendszernek a túlnyomó része, a 75%-a az a hajszálerek. A hajszálerek azok, amelyek a sejtekhez elviszik az oxigént, onnan elszállítják a salakanyagot. Most idősebb korban ez általában leszokott romlani, vagy hogyha valaki valamilyen betegségben szenved, vagy valamilyen gyulladás van a szervezetben, akkor ez nem működik normálisan. Most ez a BMR arra hivatott, hogy ezeknek a hajszálereknek a mozgását, a vazomóciót beindítsa, van egy speciális jel, ezt a BMR jelnek hívják, és ezzel indítja, gyakorlatilag ezzel, hogy beindul a normális vérkeringés, ezzel elindítja a sejteknek az öngyógyító folyamatát, tehát beindul a salakanyagnak az kiürítése, és oda jutatja az oxigént a szervezetbe, ahová kell. Nagyon sokféle területen lehet alkalmazni, fizikoterápiában, töréseknél, bármilyen sérüléseknél rögtön nagyon jó hatást lehet vele elérni, le lehet csökkenteni a gyógyulási időt. Nagyon-nagyon jó például cukorbetegeknél, akiknek nagyon rossz a vérkeringése, de nagyon sokat tud javítani az állapotukon, és sok esetben meg lehet menteni, tehát a végtagot, tehát nem kell végtagot levágni, mert a bekeringést javítja. A sebgyógyulást, ahol nagyon-nagyon nehezen gyógyul be a seb, abban nagyon nagy segítség, de mindenféle artrózis, bármilyen ilyen ízületi probléma, de aki csak sportolóknál nagyon jó, tehát a sportolóknál azért jó, mert ugye a vérkeringést, mivel beindítja a sportolóknak az ATP termelése, ami a sejtekbe történik, az ugye náluk sokkal nagyobb mennyiségű ATP termelődik egy nap, és sokkal több energiát is igényelnek ugye a sporttevékenységhez, és hogyha ezt edzés előtt, meg edzés után csinálja, ha edzés előtt csinálja ezt a 8 perces programot, akkor kisebb az esélye annak, hogyha valamilyen sérülés éri, akkor sokkal kevésbé lesz olyan durva, mint mondjuk, hogyha nem csinálja BMR-re, meg jobb a teljesítő képessége. Tehát gyakorlatilag kimutatták ezt kísérletekkel, hogy több százalékkal javítja a teljesítményüket, és viszont nem doppingszer, tehát nem lehet kimutatni. Nagyon sok helyen már sportolók használják ezt. Federer is úgy tudom használja, az úszószövetségnél is használja, meg több sportoló használja nagyon jó eredménnyel. A Városi Egészségnapra szakmai előadásokkal is készültek a szervezők. Reményi László például egy aktuális témát, a modernkori függőségekről, azon belül is korunk népbetegségéről, az internet és vásárlás függőségről tartott tájékoztatót. Általában, hogyha függőségekről beszélünk, akkor mindenkinek a kémiai szerhasználatot eszébe, vagy említetted is az alkohol, a dohányzás és a drogok, de természetesen vannak viselkedési függőségek is, amelyek szinte mindent emelt érintenek, majd itt ki fogom fejteni az előadásban, hogy melyek ezek, hát itt mindenki majd talál magának természetesen.
És hogyan lehet ezekről akár leszokni, vagy ezeken változtatni? Most gondolok itt ezekre a pszichés dolgokra, tehát elsősorban nem a leszokásra a cigarettáról, hanem akár tényleg egy kényszeres takarítás mellé, vagy stb. Ez is ide sorolható akkor? Természetesen, és hát a korunk nagy függőségét, vagy vásárlás függőséget, az internet függőséget, a mobiltelefon függőséget is tegyük ezek közé. Természetesen minden függőségnek megvan maga az a lépcsőfoka, ahol be lehet lépni egy leszokásba, és hát tulajdonképpen egy ilyen segítői team segítségével, az akár legyen pszichoterápia, akár legyen más jellegű segítő, aki ebbe belekapcsolódik, és beszélgetésekkel, tréningekkel, csoportfoglalkozásokkal, a függők elmondják egymásnak a tapasztalataikat, így egymást ki lehet segíteni tulajdonképpen a bajból, a függőségből. A résztvevők megkóstolhatták a daganatos betegek gyógyulását elősegítő étrendet, kérhettek talpmasszást, vagy akár állapotfelmérést is a szakemberek. A legtöbben asztalról asztalra haladtak, hogy minél több információt beszerezzenek saját egészségük érdekében. Eddig kipróbáltam a vérnyomás mérték meg, a vércukrot és a koleszterint. Miért tartotta fontosnak ezeket? Hát az egészségem miatt. És jók lettek az eredmények, elárulja nekünk? Hát sajnos a vérzsírom, a triglicerid azt mondták, hogy egy kicsit magas. És hogyan lehet ezen változtatni? Kapott erre is tanácsot? Hát... kevesebb zsírt kell fogyasztani, meg kevesebb szénhidrátot, hát próbálgatom. A múltkor már három hete, havonta járok be a kórházba, laborba, akkor mindig megmérik. Ott a legutóbb jó volt. A program népszerűségét mutatja, hogy az egészségnapon több száz érdeklődő vette igénybe az ingyenes szolgáltatásokat. Újabb eszközökkel gazdagodott a Bajai mentőállomás decemberben. Az Országos Mosoly Egyesület ismét helyi vállalkozók segítségét kérte, a felajánlásokból pedig ezúttal mintegy 1 millió forintot sikerült összegyűjteni 2018 év végére. A felszerelés egy része az új mentőautóba kerül majd. Vérnyomás és vércukorszint mérők, illetve meleg takarók. Mindennapos eszközök a mentésben, amelyek gyorsan elhasználódnak. Pótlásukra ezért nagy szükség van. Itt található egy olyan lepedő, ami azt a cél szolgálja, hogy a nagy súlyú betegeknek a mozgatását elősegíti. Hát ennek a lepedőnek a teherbíró képessége körülbelül 400 kg, és hogyha olyan nagysúlyú beteget kell áthelyezni a hordányra, akkor ezzel a lepedővel ez sokkal könnyebben kivitelezhető, mint csak úgy egyszerűen megfogni a beteget és ugye kézzel áttenni. A Bajai mentőállomásra a nagy teherbírású lepedő mellett az adomány részeként új vákummatrac is érkezett, amivel a sérültet a test rögzítésével tudják szállítani. Itt látható egy kicsi kis készülék, ami bár nagyon kicsinek tűnik, de mégis egy nagyon fontos dolog, főként ilyenkor téli időszakban, ugyanis ez egy szénmonoxid érzékelő. Mint tudjuk, ugye a szénmonoxid a szintelen és szaktalan emberi érzékszervek által nem észlelhető, és ugye ha ez nem lenne nálunk, és bemegyünk egy olyan lakásba, olyan helyiségben, ahol szénmonoxid van, akkor akár a betegen túl még a kollégák is ugye mérgezés áldozatai lehetnek. Ez annyira érzékeny ez a kis műszer, hogy abban a pillanatban, ahogy a határértéket eléri a szénmonoxidnek a szintje, egy fény és hangjelzéssel riasztja a mentőegységet. Ez idáig egy mentőegységen volt elérhető. A vezető mentőtiszt arról is beszámolt, hogy egyre több tűzesettel találkoznak a munka során, így ezek biztosítására és a sérültek ellátására is fel kell készülniük a megfelelő eszközökkel. Az ilyen apróbb háztartási balesetek kapcsán azért előfordultak eddig is égési sérülések, tehát nem csak olyan esetekben kell őket használni, amikor lakástűz vagy autótűz van, hanem az egyéb ilyen kisebb háztartási baleseteknél is. És hát ugye ezek folyamatosan fogynak, ezek az eszközök, és ugye a pótlásokat így módon tudjuk megoldani, hogy az alapítvány beszerzi nekünk, és akkor ezáltal tudjuk a betegeknek biztosítani. Ez egy nagyon jó szett, hiszen ugye az elsődleges
ellátás, hogy egyben ugye hűti is a légési sebet, és megkezdődik a sebnek a regenerációja is. Az Országos Mosoly Egyesület már 8. éve segíti a Bajai állomás munkáját, eddig összesen több mint 10 millió forintból vásárolhattak eszközöket Bajára. Az egyesületünk elsősorban a egyes megyei kórházak csecsemő és gyermekosztályát kezdte el támogatni, majd utána áttértünk a koraszülött mentésre. Ugye akkor a szülött osztály volt az elsődleges csapás irányunk, de láttuk, hogy nem csak a kórházakban, az egészségügy területén, nem csak a kórházakban, hanem a mentállomásoknak is nagy segítségre lenne szükségük, és akkor vettük fel a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel, akik hasonló tevékenységet folytatnak. Ilyenek például a mentállomások, speciális mentők, és ugye a szociális téren pedig a hátrányos helyzetű szociális intézmények. És akkor megkerestem a mentőállomás vezetőket, azoknak, akiknek van alapítványa, és megkérdeztem, hogy van-e valamire szükségük. Majd leültünk, beszélgettük, és ugye kaptunk egy bizalmat, ugye, mivel ugye nagyon sokan visszaélnek ezzel a gyűjtési dologgal, visszaéltek régebben is, most már hál' Istennek már nem annyira, vagy ki van szorítva, de úgy gondolom, hogy elég sokat letettünk ahhoz az asztalra, hogy mondhatni Bács-Kiskun megyében, nem is tudom, 5 vagy 6 mentőállomásnak nyújtunk segítséget. A mai nap folyamán például Tiszakécskének, Kiskunfélegyházának és Bajának, januárban pedig jön Kecskemét és Kiskunma is, akinek segítséget fogunk még nyújtani. Egy mentőautón 2 fős legénység dolgozik, mentőápoló és egy gépkocsvezető, és ugye a mentőápolónak a kompetenciának megfelelő ellátási képességekkel. A rohankocsin orvos vagy mentőtiszt dolgozik, mellette egy ápoló, illetve egy gépkocsvezető, tehát itt meg tudnak valósulni a helyszíni, ugye orvosi szintű ellátásnak ugye mindenféle formája, és ugye ehhez ugye a személyi kompetenciához nyilvánvaló egy eszközpark is szükséges, tehát ugye egy rohankocsin jóval több eszköz található. Azért ezt ki kell emelni így bajai viszonylatban, a mentőautókon is egész magas alapfelszereltség van, tehát hogy az előírthoz képest is magasabb. És ezáltal ugye mondhatjuk azt, hogy néhány eszköznek az átpakolásával bármelyik autóból tudunk csinálni egy magasabb szintű kocsit, de nyilvánvaló, hogy az orvosmentőtiszt kezéhez adott gyógyszerpark és eszközpark az ugye mindenképpen alapon a rohamkocsiban található meg. Van egy honlapunk, ez a www.mosolyért.hu, és ott fölmegy, és minden információt megtalál az egyesületünkkel kapcsolatban, írhat e-mailt, hogy szeretne segítséget nyújtani, illetve, hogyha ír nekünk egy e-mailt, akkor és megadja az elérhetőségét, akkor a kolléganőnk vissza fogja hívni 1-2 napon belül, és megbeszéljük, hogy és milyen formában nyújthat segítséget a mentőállomás részére. A tervek szerint 2019-ben még egy jármű érkezik Bajára, így összesen 4 mentőautó és egy esetkocsi teljesít majd szolgálatot a helyi állomáson. Ennyi fért mai műsorunkba, remélem legközelebb is velünk tartanak. A műsort készítő kollégák nevében is köszönöm figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva is. A viszontlátásra!